három napon keresztül ünnepeltek a székely konyhában. Augusztus 2-a és 4-et között rendezték ki a 35. Bukovinai találkozást, egy nemzetközi folklórfesztivált. A hétvége során számos székely csoport képviseltette magát, a hagyományokhoz ilyen a határozott minden és a különbözés. Ismét hatalmas érdeklődés övezte a Bonyhádon tartott 35. Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklore Fesztivált. Az augusztus 2-ai pénteki megnyitón köszöntőt mondott Filóné Ferenc Ibolya, a völgységi település polgármestere, és Szentes Csaba az erdélyi Madé falva első embere. Én 10 évvel ezelőtt álltam először ilyen szerepben, egy ilyen színpadon, szintén egy Bukovinai Fesztivál megnyitón, és én akkor úgy fogalmaztam, hogy nagyon fontos a hagyomány, fontos a zene, a tánc, az ének, a kultúra, annak a megőrzése, a továbbadása, de én akkor úgy gondoltam, hogy bízom benne, hogy sokkal fontosabb lesz egy idő után, vagy legalább olyan fontos lesz az is, hogy minél több emberi kapcsolat legyen ezeken a találkozásokon, hogy szőlje át a hagyomány megőrzését, a kultúra ápolását, az élő emberi kapcsolat. Eltelt 10 év, és én nyugodtan mondhatom, hogy itt szinte mindenki, aki itt van ma ezen a téren, és fellép majd ezen a színpadon, akár a ma délután, akár a holnap este folyamán, vagy vasárnap a szomszédoláskor, elmondhatja a másikról, hogy tudja ki ő, honnan jött. Szentes Csaba úgy fogalmazott, bár a határon túlról jöttek, de itt mindig otthon vannak. Ez a pillanat, ez a találkozó még különlegesebb, hisz nem csak a bukovinai székelyek vannak, hanem összegyűltek azok a nemzetek, akik valamikor együtt éltek Bukovinába. Ez a rendezvény egy nagyon jó példa a mai helyzetben, a mai világunkban, amikor arról szól a híradó, arról szól minden, hogy ki a jobb, ki az erősebb, ki kit hogy győz le. És ez jó példa az, hogy valójában a hétköznapi ember, a nemzetek, románok, magyarok, székelyek, ukránok, moldávok, és még sorolhatnám az egész Európát, mi jól meg tudunk együtt élni. A szombati nap egyik fénypontja az utcai felvonulás volt. Várhatnám a lányokat sorjába, sorjába, meghalok, ha eltalálok a régi magát. A felvonulás során a fesztiválon résztvevő székely csoportok mutatták be táncaikat, énekeiket. A rendezvényen magyarok mellett részt vettek románok és lengyelek is. Az utcai menetre sokan voltak kíváncsiak, a produkciók pedig mindenkinek elnyerték a tetszését. Nagyon tetszik, nagyon jók a szereplők, nagyon jó képzettek, nagyon tudják a dolgukat, tudják a bukovinai székelyek történetét, történelmét, nagyon jók a vezetőik, nagyon lelkesek, igazán, igazán nagyon tetszenek. Köszönjük a városnak, nagyon jól érezzük magunkat, a tegnap este is itt voltunk, ma is.
és nagyon örülünk neki, hogy ilyen rendezvényeket tartnak nekünk, tartják bennünk az erőt. Az unokám itt táncol, és nagyon szép, csodálatos, szép dolog ez Bonyhádon. Fantasztikus volt, és nagyon megérte nekem Pécsről eljönni, és ezt végignézni. Gratulálok a szervezőknek, és legfőképpen a résztvevőknek. Nagyon-nagyon jó, hogy a hagyományt ennyire nagyon tisztelik, és ápolják, és ezekben a gyönyörű viseletekben itt megjelennek, úgyhogy én csak szépet is jót tudok mondani. Nagyon szerettem a zenét, nagyon szerettem a táncot, és ajánlok mindenféle rendezvényre, ugyanúgy legyen székely, sváb, felvidéki jellegű rendezvény. Nagyon jó ez a műsor. Ápolni kell a hagyományokat, úgy gondolom, tisztelni, ápolni, figyelemmel kell kísérni, az ifjúságot meg kell tanítani erre. A csoportok aztán a kaszinókertig vonultak. Itt tartották a fesztivál műsort, melyen 23 csoport lépett fel. Nem csak a fesztivál 35 éves jubileuma, hanem a Bukovina Székelyek Országos Szövetségének megalakulásának is 35. évfordulója, ami számunkra azt jelenti, hogy még nagyobb ünnep, mint bármelyik másik. A kerek évfordulót tekintjük a 35-öt is. Nagyon szerettünk volna nagyon ünnepélyessé tenni, nagyon színvonalassá, és mindent megtettünk azért, hogy az összes tagszervezetünk itt legyen, az összes egyesületünk föllépjen, hogy részese legyenek a fesztiválnak, és szeretünk volna elérni, hogy a bonyhádi lakosság, akik a Bukovina Székelyek iránt elkötelezettek, minél nagyobb számba jönnek el, és ha most látja is, annyira nagy az érdeklődés, annyira sok néző, annyira sok érdeklődő van itt, annyira sok fellépő, mai napon 23 egyesület lép föl, hogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy nemzetközi szintű fesztiválnak számít. László Eszter nemrég vette át a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének vezető pozícióját, az ő elnöksége alatt így az idei volt az első folklor fesztivál. Nagy kihívás, ugyan a főszervezői nem vagyunk, hanem a Magyarság Házával közösen szervezzük, de mégis azt gondolom, hogy egy nagyon nagy kihívás, egy mérce, egy mértékadó program, amiért nem keseredek el, és úgy gondolom, hogy megoldható volt ez a fesztivál, hogy nagyon sok ember segített. Minden tagszervezetből jöttek, segítettek, az első hívószóra jöttek a tagjaink, a csoportjaink, a szimpatizásaink, és mindenben segítették. Körülbelül 60 ember vesz részt a szervezésben. Mindenki pontosan, megbízhatóan a feladatát ellátja, és nagyon-nagyon segítenek abban, hogy minden flottul menjen, hiba nélkül, és itt kell elmondanom, hogy köszönetet mondok minden egyes segítőnek, szervezőnek, mert nélkülük ez a program nem jöhetett volna létre. Hát a felvonulás az azért fontos, mert gyakorlatilag az a hívogató, ez a csalogató. Ezzel érjük el, hogy aki szeretne jönni a fesztiválra, az érezze, hogy igenis jó helyre jön, aki pedig nem akart eljönni, csak az utcán sétál, ő is úgy érezze, hogy hú, gyorsan becsukom a kutyát, megfőzöm az ebédet, megeszem gyorsan a vacsorámat, és rohanok a helyszínen, mert ebből a programból nem akarok kimaradni. Tehát maga az utcai felvonulás, az egy hívogató, és én szerintem a mai napon ezt a hatást elérte, és a lakosság nagyon-nagyon szép számban megjelent. A fesztiválon részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is. Első alkalommal egyébként itt Bonyhádon 97-ben került erre sor, és utána 99-ben, és 2000-től pedig minden évben mellé állunk ennek a fesztivál folyamnak. Több országban kerül megrendezésre, Lengyelországban, Magyarországon, a romániai, illetve romániai Bukovinába. Ukrajnában sajnos most már a háború miatt évek óta nem tudjuk megvalósítani, de reméljük azt, hogy amikor visszaáll a békés rend, akkor a fesztivál ott is Csernovicban, vagy ahogy ukránul van, Csernyivcöben tud folytatódni. Lehet látni azt, hogy a székely csoportok mellett itt vannak a lengyelek, itt vannak a románok, akik szintén megőriztik a népi kultúrájukat. Ez a valaha Bukovinában és a most Bukovinában élő népeknek a közös fesztiválja. Reméljük, hogy a népek közötti barátságot ez erősíti. Lőrinc Etelt már az első fesztivál is csodálatos érzésekkel töltött el. Ez most immár 35. alkalommal sem volt másképp. Emlékszem arra a hatalmas lelkesedésre, amikor fölmentek a színpadra az idegen nyelven beszélő együttesek, és mindenki Bukovinát emlegette, és Bukovináról énekelt, és egy csodálatos érzés volt, hogy ezt hallottam,
a nagyszülőktől, meg a szülőktől, hogy életben is láthatom azokat a népeket, akikkel ott együtt éltek, ez egy fantasztikus érzés volt. Pont ezért nem hagynék ki egyetlen egy bukovinai találkozásokat sem, így ezt a jubileumot sem, a 35-et. És amikor fölkértek arra, hogy én legyek az, aki megszövi az ajándéktarisznyákat, amit itt fognak átadni, akkor különösen boldog voltam. És a gyermekrajz kiállításhoz is ugyanígy nagyon nagy öröm, hogy én lehetek az egyik gazdája. Úgyhogy nekem mindez nagyon fontos, elnökségi tagként is, és bukovinai székelyként is, Isten segítsén felmenőkkel. A fesztivál műsoron egymást követték a fellépő csoportok. Az erdélyi Cserna Keresztúri együttes mindig nagy örömmel látogat Magyarországra. Mi 30 éves öregséggel rendelkezünk, ugye a szövetség 35 éves, és 34 fesztiválon részt vettünk. Ugye különböző generációk, mert akik most táncolnak gyerekek a színpadon, azok az alapító tagoknak a gyerekei, vagy sőt még unokája is. Hát őseink bukovinai székelyek, Andrásfalva és Hadikfalváról települtek Déva és Cserna Keresztúrra, és hát nekünk a bukovinai székely táncok az első, a fontosabb, de utána minden táncot szeretnek a gyerekek, a délerdét is szívesen táncolják, maros menti táncokat táncolnak. Hát minden, ami szép, nagyon szeretik a gyerekek, ez a fiatal generáció is. Ez egy tényleg egy olyan felemelő és olyan lélekmelegítő, mikor annyi ismerőssel találkozik az ember, és olyan valahogy boldogság fogja el az embernek a lelkét, hogy 30 év, ugye 30 év nem kevés, és 34 év óta mondjuk én és előttem való generációk is mind jöttek, nagyon lélekmelegítő, úgy, ahogy mondtam. Szeretünk ide jönni nagyon. A szervezők igyekeztek az idei találkozót minél gazdagabbá és szebbé tenni. Ennek érdekében a kísérő rendezvényeink közül több is van, amelyek főként családoknak, gyerekeknek szól, illetve a székely konyha az idén kibővült, és 6-8 különböző település hozta el az ételeit, és kínálja az egész nap folyamán, most már második napja az érdeklődőknek, a kóstolni vágyóknak. Emellett kiállítással is készültünk, hiszen nem csak a bukovinai találkozások, hanem a bukovinai székely országos szövetség, ez az Ernyő szervezet is idén 35. évfordulóját üli, és 35 év, 35 esemény címmel egy kiállítást lehet megtekinteni a kezdetektől. Nagyon sok arcot, nagyon sok személyt lehet fölismerni, és nagyon sok évfordulónak emléket állító eseményt lehet megismerni, amelyek már rég feledésbe merültek. A kilátogatók az örökség sátorban számos érdekességet tekinthettek meg, például székely népviseletes babákat is. Ezek a babák a Teveri Székelykő tulajdonában vannak. 2015-től gyűjtjük ezeket a babákat. Jelenleg 52 székely népviseletes babánk van a székelyházban. Per pillanat 22 babát hoztunk el. Ezek a babáknak a viseletük van téli, nyári viselet, hétköznapi, ünneplős viselet, tehát amilyen a mindennapi életben volt. Többségében nagyanyáink, anyáink varták a 70-es években, ezeket összegyűjtöttük, felújítottuk és kiállítottuk a Teveri Székelyházba, és nagyon sokat készítettünk még melléjük, többségében férfiakat, de például van menyasszonyunk, vőlegényünk, öregasszonyunk, tehát korosztály szerinti megoszlás is van benne, tehát nem csak a téli-nyári viseletek alapján. A Teveri Székelykör 1989-ben alakult, 35 éve, szintén mind a Bukovinai Szövetség áprilisban, és azóta is aktívan működik, van egy karéneke, Nagy Gabriella vezeti, az elnökünk Erős Pál, és mindenféle nemzetközi fesztiválokon részt veszünk, aktívan szerepelünk, gyűjtjük a dolgainkat, az őseink hagyatékát.
Elsősorban, hogy a fiatal korosztály megismerje a népviseletünket, hogy mennyi, milyen réteges, mennyire összetett az egész viseletünk, ezért is szerettük volna, és a honosítási okiratainkat is, hogy megismerjék a fiatalok. És a másik nagyon fontos szerintem ezen a bukovinai fesztiválon, hogy találkozunk a régi ismerőseinkkel, barátainkkal, egyesületekkel, külföldivel, belföldivel, és már baráti kapcsolat van köztük, és nekünk ez nagyon sokat számít, hogy újra találkozhatunk a barátainkkal. Rudolf László családfa kutató bukovinai székelykönyveket hozott el a fesztiválra. Mindenki tőlem bukovinai székelykönyveket, elsőbb a családkönyveket vár, hiszen az öt faluból eddig már háromnak megjelentettem a családkönyvét, a József falváit, András falváit és Fogadj Istenét. De a két legnagyobb falum alatt utoljára, Isten segítsés Hadikfalva, szinte mindenki azt várja tőlem. Na most én azt a két könyvet még nem tudom megmutatni, mert először be kell őket fejezni, jövőre remélhetőleg kész lesz az Isten segítség, és utána rá egy évre a Hadikfalvi. És én idén úgy gondoltam, hogy sok olyan könyvem van, mint a kutató utakon elsősorban a régi Jugoszláviában, mostani Szerbiában, vagy Romániában, Erdélyben, amikor a bukovinai székelyek nyomait ott kutattam, kaptam, vettem nagyon sok könyvet, sőt Kárpátaljára is hoztam. Én most nem azért hoztam ide, hogy én ebből meggazdagodjak, mert úgysem fogok, hanem az, hogy most jussanak el azok a könyvek, akik még olvasnak. Én most már elsősorban itt már pár nap múlva betöltöm a 69. évemet, most ezzel a két legnagyobb faluval szeretnék csak foglalkozni, befejezni, és akkor egész bukovinai feldolgozás megvan. Tehát én most már úgy sem érnék rá ezekkel a könyvekkel foglalkozni. És elhoztam is szépen, így aztán el is fogynak. Ami nem fogy el, azt meg valószínűleg a hőgyészi székelykörnek adom, mint legutóbb a székely találkozón, hiszen ők is gyűjtik egy egész nagy szekrényit. Könyvük van, és nekik fogom majd valószínűleg ajándékozni szintén. A sátornál viseletvarrók is bemutatták különböző székely öltözékeiket. Ezek, amik ott vannak ingek, mindegyiket én vartam. A Kakaszdon indult egy szakkör, a szedett ingvarró szakkör. Oda jelentkeztem, ott tanítottak meg az ingnek a hímzésére a Sebestyéni Bolya vezényelt és a Kis Erzsébet és a Jakab Justina. Azt tudni kell, én nem vagyok székely. A férjem viszont az, és úgy gondoltam, hogy megtanulom, hogy legalább a családnak el tudjam készíteni a viseletét, és tovább tudják vinni ezt az örökséget. Akik pedig megéheztek, azok a székely konyha sátorban ízletes ételeket kóstolhattak. Mi egy hagymatermesztő település vagyunk, tehát egy úgynevezett hagymatokánnal jöttünk, ami alapjában egy hagyma, egy megkészült kolbász, a rókagomba, ami a Hargitán szedett vadon termő rókagomba, és erre egy tojást tettünk rá, majd mellé egy klasszikus puliszkát, bukovinaiaként egy máléként ismert puliszkát, tehát kukorica darából készült málét készítettünk, egy kis áfonya, nálunk ugye a kokozza öntettel, ezzel készültünk már, tehát valójában az összes alapanyag az székelyföldről származik. Teljesen elfogyott, tehát mi valójában itt a szervezők is mondtak, hogy mintha felelőtlenül vednénk ezt az egészet, ha nem vagyunk itt idejében, mi tudtuk, hogy ennek egy óra megkészülése a hagymának, és ahogy megkészült, úgy szétszették, úgy elvitték, hogy már nincsen belőle. A konyha sátor gondos tervezés után jöhetett létre. A székely konyhának különben az a sajátossága is, hogy egyszerű alapanyagokból, különböző technológiákkal, különböző színes ételeket készítettek. Ennek az évnek az is egy nagyon-nagyon jó, hasznos dolga, hogy most jöttek Erdélyből is, akik itt a helyszínen főztek. Csináltak kokoizalekvárt, áfonyalekvárt, csináltak egy csorbalevest a nagyajtai barátaink, és ezáltal egy olyan szeretetben, egy olyan színes forgatag jött itt létre, hogy én azt gondolom, hogy aki ide csak a sátorba benézett, már jó kedvre derült, és nagyon szívesen kóstolták az étkeinket.
Igen, azért mi a Kincsdorogért Egyesület pár tagja fogta össze úgy, hogy már évekkel ezelőtt Bonyhád, Majos, Cikó, Kakasd és a környező falvakban is jönnek egyesületekből. Nyilván, hogy olyanok tudnak itt bennekünk segíteni, akik nem lépnek föl, nem táncolnak, és ezáltal mi ezzel a gasztronómiával tudjuk hozzátenni, így őrizzük a hagyományainkat. Augusztus 4-én vasárnap a szomszédolásé volt a főszerep. A székely csoportok 8 különböző helyszínre, többek között Kétre is ellátogattak. ...2002-től vagyok én a polgármester, és szerintem azóta nálunk a Covid kivételével minden évben volt, ha jól emlékszem rá, fellépése a külföldi csapatoknak. Általában a külföldi csapatok közül egy vagy kettő fellépő csoportot kapunk. Mindig úgy válogatják nekünk össze, illetve mi is azt szeretjük, hogyha az énekesek mellett táncosok is vannak, hiszen erre igazából a legjobb koreográfiát és programot lehet rászervezni. A bukovinai találkozások nemzetközi folklor fesztivál népszerűsége a 35. alkalommal is töretlen volt. A székelyek a rendezvény keretében 3 napon keresztül ünnepelhették származásukat, hagyományaikat, szokásaikat.